1943. január 12-én a szovjet hadsereg végzetes támadást mért a magyar katonákra. Az őrszemszobornál az áldozatokra emlékeztek. A megnyitót követően Lestján Balázs alpolgármester mondott beszédet. Azért gyűltük itt össze a mai napon, hogy megemlékezzünk a magyar hadtörténelem egyik legszomorúbb eseményéről. Azért, hogy a megemlékezés gyertyalángjának fénye mellett felidézzük a II. Világháború során a Dolnkanyarban elpusztult II. Magyar Hadsereg halottainak, túlélőinek alakjait, és fejet hajtsunk hősi áldozataik előtt. A megemlékezésen Szabó Ottó önkormányzati képviselő is részt vett. 1942-ben egy politikai alkú folyamán, július, illetve augusztus hónapban ezt a 207 ezer embert oda vezényelték a Dolnkanyarhoz nyári felszerelésben. Ők ott voltak egész télen is, nem kaptak a nyári felszerelés helyett téli felszerelést, így kellett volna felvenniük egy olyan szovjet hadsereggel a harcot, amelyet az Amerikai Egyesült Államok élelmezett, tökéletes téli felszerelésük és tökéletes ehhez alkalmas fegyverzetük volt. Sajnos 1943. január 12-én a szovjet hadsereg megkezdte az áttörést, és gyakorlatilag néhány nap alatt felmorzsolta a magyar hadsereget. Körülbelül 60 ezeren tértek haza, a többiek vagy meghaltak, vagy munkatáborokba, illetve fogolytáborokba kerültek a Szovjetunióban. 207 ezer embert, köztük 35 ezer munkaszolgálatos katonát vezényeltek ki a frontvonalra. Ma este a Dolnkanyarban elesett hősökre, többek között a nagyapámra is emlékezünk. 77 évvel ezelőtti történelmi eseményre emlékezünk ma, amikor a szovjet hadsereg áttörte a frontot, amelyet a II. Magyar Hadsereg a Dolnkanyarnál közel 200 km szélességben kellett volna, hogy tartson. Ez a történelmi esemény igazából egy jelkép. Jelkép az értelmetlen kötelezettségvállalásnak, jelképe az értelmetlen politikai alkunak, jelképe egy katasztrófának, jelképe annak, hogy hogyan nem szabad egy hadsereget vezényelni. Az esemény résztvevői tiszteletük jeléül koszorút helyeztek el a szobornál, valamint mécseseket gyújtottak a hősi halált halt katonák emlékére.